Nagyon szépen köszönöm, szeretettel üdvözlök mindenkit, és igyekszem ebben a megszólalásban egyrészt reflektálni az eddig elhangzott és nagyon értékesnek vélt számomra inspiráló gondolatoknak, és az előadás megpróbál magáról a kreatív iparról is egy általános képet festeni. Nagyon sokan használják ezt a kifejezést, szerintem nagyon sokan egészen más gondolunk erről, és az elmúlt egy évben, amikor miniszteri biztosként ennek a területnek a felelős miniszteri biztosaként elkezdtünk egy stratégia kialakító munkát, arra is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy kicsit értelmezzük, kicsit keretezzük át mindazt, ami ennek a kifejezésnek a mögöttes tartalmát és a lehetőséget jelentik. Én a Mohon Nagy Művész Egyetem rektora vagyok, és azért érdemes ezt említeni, mert maga az egyetem az elmúlt 7-8 évben egy olyan programot alakított ki, ami az intézmény újrafogalmazását és a kreatív iparhoz köthető, fejlesztő, katalizáló és sok minden tekintetben egy kulturális és szemletváltást meghonosító tevékenységet hirdetett meg. Ennek vannak eléggé látható jelei, az egyetem kampusza megújhatott és kreatív ipari tudásközpontként is identifikálja saját magunkat. Ebből kicsit talán adódik az is, hogy örömmel fogadtam, amikor az Innovációs és Technológiai Minisztérium Palkos László miniszter úr erre a pozícióra engem felkért. Az előadásom éppen ezért, ahogy említettem, megpróbál egy kicsit így definíciókkal, keretekkel, összefüggésekkel, kontextussal szolgálni. Megpróbál megfelelni a címének is, hogyan tudja ez a régiófejlesztésben aktuális kérdéseknek és irányoknak a felvetésével foglalkozni. És hát arra is próbál egy kis rátekintést adni, hogyan gondoljuk mi ennek az iparágnak a fejlesztését, Magyarország előmozdítását a következő időszakban elképzelni. De miatt ebből belekezdenék, és a következő szájdot megtalálnám majd ennek a kis távirányítónak a segítségével, annyit szeretnék még mondani, hogy tulajdonképpen azok a lehetőségek, amiket az előttem szólók említettek, egyfajta kihívásokkal is, köszönöm, hogy én váltanám magam egyébként, hogyha lehetséges. Úgyhogy most visszagrannék, mert most még ez egy kicsit így korai. Köszönöm. Tehát az, ami a 21. század lehetősége és kihívásai, vagy ezeknek összessége számunkra feladatokat indukálnak, annak az élmény, a tudás és a minőség egyfajta szemletváltás az alapvetése. Elcsatlakozik az együttműködés kultúrája, a hálózatosodásnak a kultúrája, és egyáltalán mindaz, ami a fenntarthatóság követelmény rendszerében, és ebben nagyon fontos hangsúlyozni, hogy erre már volt is itt utalás, nem csak gazdasági, hanem társadalmi, és egy kulturális fenntarthatóságról is beszélnünk kell, akkor tud ez az igazából jól megvalósulni. Tehát tulajdonképpen egy átkeretezésre van szükségünk. És a kreatív ipar, mint fogalmi rendszer, vagy mint egy gazdasági értelmezhető, sőt sokak szerint nagyon fontos gazdasági potenciál rendszer, és egy ilyen átkeretezésnek a lévén jött létre. Itt nem arról van szó, hogy feltaláltuk a 21. században az új csodafegyvert, amit kreatív iparnak hívunk, hanem arról van szó, hogy már korábban létező és főleg kulturális tevékenységeket folytató különböző tevékenységeket egy új szemlélettel, egy új perspektívából fogalmazzuk meg, így alkotunk definíciót, ennek az egyik lehetséges válfaját látják most kivetítve. És ennek az átkeretezésnek az a lényege, hogy mindezt nem egy kulturális jelenségként, vagy nem egy kulturális ágazatként tekintve, a kapcsolódási pontjait fedezzük fel, annak a kapcsolódási pontjait, amely úgymond tradicionális iparágokhoz köti a kreatív tevékenységeket, meg annak, ami a 21. század, vagy ahogy majd később diákon lehet látni, és biztosan még erről lesz szó, ennek a digitális transformációnak, aminek mi a sajátjai vagyunk, vagy hát a részesei vagyunk, hogyan tud egyfajta előrelépést, egy fenntartható fejlődést generálni. Ugye a kreatív ipar sokfajta módon értelmezik, definiálják, van az Európai Uniónak erre definíciója, Nagy-Britannia volt, aki élen járt, aztán Ausztrália is követte ezt a saját kormányzati stratégiában megfogalmazott, már 90-es évek megfogalmazott stratégiákkal, van az ENSZ-nek is. Mi Magyarországon megpróbáljuk ezt kicsit a saját lehetőségeinkre és a saját viszonyrendszerünkre alkalmazni, és ennek a mentén mondhatjuk azt, hogy a kreatív ipar az mindig egy olyan individuális, szellemi tevékenységet folytató kiinduló ponttal rendelkezik, ami aztán azután találkozik olyan más tevékenységekkel, vagy indukál olyan tevékenységeket, amelyek a vége nem csak egy kulturális termék vagy érték, hanem tulajdonképpen egy gazdasági folyamatot is indukál. Ennek a mentén azt is elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon heterogén és nagyon divers szektor, ami azt jelenti, hogy a kreatív ipar az tulajdonképpen különböző ágazatok összessége. Itt sokan felszokták sorolni az építőművészettől, a képzőművészeten át, a média és filmiparon keresztül nagyon sokfajta tevékenységet, amik tulajdonképpen, ahogy mondtam, léteztek, nem most lettek feltalálva az elmúlt 100-120-150 évnek nagyon fontos alkotó elemei, de általában kultúrás szempontból szoktuk ezeket figyelembe venni.
De a 60-as években a britek elkezdték ezt kicsit másképpen nézni, és akkor, amikor a 60-as évek közepén a brit exportnak a, hogy is mondjam, legnagyobb volumenét azt a brit popzene szállította, nem véletlen, hogy miért. Sokan velem együtt annak a korszaknak, hogy is mondjam, hát én nem igen fiatalként, de hát követőjeként voltam egy nagy rajongója. Ez indukált azt, hogy érdemes ezt a szektort másmilyen tekintetben is nézni, és gazdasági potenciál, gazdasági szempontból rátekinteni. Az önmagában egyébként, hogy mi hajlamosak vagyunk a 20. században minden gazdasági szempontból tekinteni, a 21. században minden technológia szempontból tekinteni, ez nem biztos, hogy jól van így, de ezek adottságok, és hogyha ezekkel nem vagyunk tisztában, akkor azt hiszem, hogy nem igazából tudunk ennek a korszaknak a kihívása jól élni. Na most az a gondolkodás, ami ennek a mentén kézzelfogható, ez a bizonyos négy kis színes halmaz, ami azt jelenti, hogy a kreatív part is a különböző ágazataival, különböző tevékenységével, hiszen hogyan lehet összehasonlítani egy építészt, mondjuk egy képzőművésszel, egy programfejlesztőt, mondjuk egy zeneszerzővel, hát úgy, hogy az ő tevékenységük, az alkotás és a tervezés, tehát valamilyen szellemi aktus létrehozásában azonos, és azonosak azok a lépések is, amik ezt követik. Ezt hívjuk mi kreatív ipari értékláncnak, és igen, ez nagyon hasonlít azokhoz az értékláncokhoz, ami egyébként más iparágokra is jellemző. Tehát van egy individuális, személyes alkotói tevékenység, ott a komponálástól kezdve is sok mindent fel lehetett volna sorolni az első rubrikában, ez követi ennek a tevékenységnek egy kiteljesedése, amikor egy produkció létrejön. Lehet ezt egy előadásként is, lehet ezt egy filmforgatásként is értelmezni, és utána a terjesztés, az előadás, a kereskedelem. Mindez azt mutatja, hogy az egy személyes kiinduló pontból egyre szélesedik az a hatósugár, ahol minél több embernek, minél több járulékos tevékenységnek, gazdasági tevékenységnek is az alapját képezi. És nagyon fontos a negyedik buborék, negyedik halmaz is, amikor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ennek az egésznek a megőrzése, archiválása, transmissziója, a jövőnket tekintve, a jelenünket befolyásolva nagyon fontos. És mindezek mentén, hogyha ezt tovább gondoljuk egy lépéssel, az a fajta horizontális jelleg is fellelhető, ami itt a legfontosabb tulajdonképpen a mai nap szempontjából és a kreatívipar fejlesztése szempontjából is, megpróbálok akkor egyet lépni. Ami azt jelenti, hogy ez az iparág, vagy ezeknek az ágazatoknak a halmaza, amit kreatívparnak nevezünk, horizontálisan kapcsolódik mindenfajta tradicionális egyéb iparághoz, hiszen az alkotás és a tervezés, a kivitelezés és a létrehozás tulajdonképpen a 21. század digitális kihívásai közepette segítik azt, hogy a többi hagyományos iparág az előre tudjon lépni, magát át tudja alakítani, vagy alkalmasát tudja tenni, láss reziliencia, arra, ami minket körülvesz. Tehát ez az értékláncok mentén, ez a támogató, ösztönző, értékteremtő funkció a tradicionális ipari szektorok számára is nagyon fontos lehetőséget bír. Az elmúlt fél év megmutatta, hogy azok a területek, amelyek képesek a digitális világban magukat, termékeiket, szolgáltatásaikat láthatóvá tenni, inkább képesek annak a gazdasági kritérium és válsághelyzetnek megfelelni, amit a vírushelyzet okozott. És hogy egy lépéssel beljebb lépünk, akkor egyértelmű ezeknek az iparágoknak a segítségre voltak azok a kreatív iparági területek, főleg mondjuk a design, ami az ő online tevékenységüket, digitális tevékenységüket alkalmasá tette arra, hogy fenntartsák, vagy akár fejleszik magukat ebben a közegben. Ilyen értelemben fontos az, hogy a kreatív ipar az egy horizontális tevékenységet folytató dolog. Most néhány olyan dia következik, amely megpróbálja ezt a definíciós folyamatot gazdasági teljesítmény, foglalkoztatás és egyebek mentén értelmezni. Hozzá kell tegyem ezeknek a szlájdoknak a kapcsán, hogy eléggé jellemző, amikor ezt a kutatást megpróbáltuk, hogy is mondjam, egy összegző aktusban itt láthatóvá tenni, hogy nagyon nehéz Magyarországon is, de általában azokat a mérőszámokat, akár statisztikai, akár gazdasági paraméterek mentén próbálja ezeket megfogalmazni, hiszen pont a kreatív iparnak ez a sokszínűsége, mondjuk egy KSH vagy egy TEAR szám alapú világban, sok tevékenység úgymond kiesik ezeknek a szűrőin, hiszen nincsenek jól megfogalmazók a mérési pontok, ami ennek az újfajta szemléletnek, ennek az újfajta keretezésnek megfelel. Úgyhogy ezek az adatok egyébként olyan adatok, amik általában attraktívak szoktak lenni olyan szempontból is, amikor valaki arra gondol, hogy egy válsághelyzetben, vagy általában a gazdaság fejlesztésében a kreatív ipar, a foglalkoztatás, vagy a vállalkozások, vagy a növekedés képesség szempontjából igenis érdekes, érdemes ezzel foglalkozni. Hát most ezek erre megpróbálnak valamelyik választ adni. Az is látható, hogy ebben a területben nagyon jelentős a mikrovállalkozások, vagy az egyéb vállalkozóknak a száma, és ezt hozzácsatoljuk azokhoz a egyéb, akár társadalmi mobilitással, vagy migrációval kapcsolatos jelenségekhez, digitális nomádokra is utalok ebben a gondolatban. Azt mutatja, hogy igenis, mondjuk egy régió szempontjából az a kreatív kapacitás, ami tulajdonképpen nem munkahelyhez kötött, és nem
lokális bekötéssel bír elsősorban, hanem inkább egy olyan általános hatósugarral bír, ami képes tulajdonképpen olyan területeken is tartósan, fenntartható jelen lenni, ami egyébként ezelőtt 10-20 évvel ez alkalmatlan lett volna. Még egy ilyen dia, ami megpróbál statisztikákat mutatni, hogyha ha tudunk lépni. Igen, megérkeztünk. Itt a vállalkozások számára, ugye előbb utaltam már, és azt is mutatják ezek a diák persze, hogy Magyarországon általában az IT-szektor, tehát kifejezetten az a szellemi foglalkozás, ami különböző számítástechnikai megoldásokat céloz meg a maga egyéni, vagy aztán már vállalati, vagy gazdasági tevékenységével vezetik, de utána ott vannak a többiek is, ahol tulajdonképpen mutatja azt, hogy bármilyen régióról beszélgetünk, ott a kulturális tevékenység, és mindaz, amihez köthető, az nagyon fontos kitörési pontot jelenthet, ennek a körülményt kell megteremteni. És a teadásodnak egy második részében majd erre fogok inkább hangsúlyt tenni. Utolsó statisztikával foglalkozó dél pedig azt mutatja meg, hogy egy ENSZ tanulmány, vagy inkább egy adat összesítés kapcsán export teljesítmény szempontjából Magyarország 20. helyen szerepel akkor, amikor azt vetjük össze, hogy mik azok a szellemi termékek, vagy a szellemi termékekből adód egyébként kulturális, vagy más piacosítható, és ezáltal exportálható tevékenységek, amik ilyen tekintetben egy rangsort felállítanak, és ebben látható megint, hogy Magyarország hol szerepel, és ezen belül a mi teljesítményünket mik azok, amit leginkább meghatározzák. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokan, tehát nincsen felsorva mondjuk abban a maradék, hát ilyen sötét-zöld zónában, ami ott a diagramnak az alsó része, hát ezek azok a területek, akár a design vagy divatipar, amit érdemes még fejleszteni, és ami a magyar kreatiparnak különböző szegmenseit ilyen módon láthatóvá teszik. Folytatjuk ezt a gondolkodást, hogy miért fontos a kreatív ipar. Sokat beszélünk arról, hogy hogyan tudunk a jövő kihívásai reagálni, és a kreatív iparnak a Magyarországon az elfogadtatását vagy a jelentőségét tekintve azok az általános megfogalmazások, hogy mi egy kreatív nemzet vagyunk, és általában azok az erőforrások, ami ahhoz kell, hogy kreativitásunk felszíne törekedjék és egyre meghatározóbb legyen, az nem olyan megkötésekhez kapcsolódik, mint amilyen az ásványkincsünk, vagy egyáltalán az iparosodás általában véve. Ez így igaz. Ugyanakkor érdemes azt is figyelembe venni, és itt kezdem a utolsó kis halmazzal, hogy a kreatív ipar is digitalizálódik, tehát egy erős digitális kihívás rendszernek, vagy egy általánosnak vagyunk kitéve, és mindaz, ami a kreatív iparnak egy-egy területét jellemzik, azok más és más, hogy kell, hogy reagáljanak, de reagálni kell arra, hogy más területeken vannak a kivitelezésnek és a produkciók létrehozásának a technológia körülményei, és hát adott esetben nem változik mondjuk egy alkotói folyamat, amikor valaki előveszi a vászat és ecsettel a képet fest, aztán vannak mégis csak olyan határterületek, és maga az IT-szektoros ilyen 60-as évek fejlődésétől elindulva, ami új műfajokat, új lehetőségeket, új kifejezési formákat, és ezáltal új értékláncokat generálnak. Ez nagyon fontos, hogy az ipar 4.0 az ilyen tekintetben nagyon sok szempontból hoz nekünk újdonságot az életünkben, akár a hétköznapjainkat, akár a munkavégzésünket. A kreatív iparnak, vagy annak a design szegmensének nagyon fontos szerepe van abban, és itt már az bal oldalra ugrottam át, hogy ennek a bizalom értékét növelje. Hogyan tudunk új technológiai megoldásokkal, olyan módon személyes, készségszintű együttműködésbe kerülni, ami szintén az elmúlt 6 hónapnak így a működésében láthatóvá vált, hogy növekedett annak a nagyságrendje és talán bizalmi foka is, hogy bizonyos olyan kereskedelmi vagy egyéb aktusokat, amit technológia szempontból korábban is megtettünk volna, ebben a kényszerű világban nyitottunk feléjük is, azok a cégek, azok a szolgáltatások, azok ilyen módon egy kimagasló vagy egy emelkedő tendenciát tudtak felmutatni, hiszen a bizalom megvolt az ő tevékenység iránt. Tehát a kreatív iparnak megint egy horizontális kapcsolódási pont, a különböző ipari teljesítményekhez is úgy tud segítően, előremutatóan hozzáfogni, hogy segíti azoknak a bizalom hiátusát, vagy a bizalom gerjesztését megemelni. Ezáltal az életminőséget is tudja nevelni. Általában is a munkaerőpiacon azt a 4K-t szokták emlegetni, bármilyen munkakörről van szó, a kreativitás, a kommunikációs készség, a csapatban való együttműködés, a kooperálás és mondjuk a kritikai szemlélet, ami bármilyen munkakör szempontjából fontos. Ezek azok a tevékenységek, vagy azok a szemléletek, azok a hozzáállások, ami a kreatív tevékenységek mindig is a sajátjai voltak, csak ez nem volt ilyen általános érvényű. Most a 21. században ennek a felértékelődését is szintén tapasztaltjuk. És a design és az innováció hajtóerejéről már beszéltem, azok a határterületek, amik tulajdonképpen különböző disziplinák között eddig is húzódtak, látszik, hogy 21. században itt vannak olyan kitörési pontok,
ami sok olyan kérdés, aminek most nem látjuk pontosan a körvonalait, viszont az együttműködés kényszerítő hatásában ezekre a területekre tévedünk, itt a kreativitásnak és a kreatív ipar bizonyos jellemzőinek nagyon fontos szerepe tud lenni. Tehát a jelentőség az ilyen szempontból is értelmezhető. A fontosság továbbgondolása. Ugye az IPA 4.6-os hatékonyság növelését már említettem. Ez a bizonyos értéklánc szemlélet, ami a gazdaság ösztönző hatásokat jelenti. Van az a bizonyos ábra, erre nem hoztam most diát, az értékgörben, mert azt mutatja, hogy egy-egy terméknek a ciklusában az az érték, hozadott érték, az milyen magasságban tud létrejönni, és ezáltal az értékgörbe minden egyes pontján mondjuk egy kreatív ipari beavatkozás, ami azt segíti, hogy annak a terméknek az egész életciklusában hogyan tud magasabb értéket indukálni, az nagyon könnyen kimutatható. Egyébként a körkörös gazdaság kapcsán az én gondolatom inkább egyfajta fenntarthatóságra tud kiterjedni, amikor arról van szó, hogy egy értékciklus vagy egy értékgörbét hogyan tudunk úgy kilétrehozni, egy felelős dizájnnal hogyan tud mondjuk egy eszközt megtervezni, hogy az nem csak az életciklusa végéig képes, hogy is mondjam, segíteni, hanem amikor annak vége van, akkor nem egy roncstelepen végzi az eszköz, és nem egy szemét és egy hulladék lesz belőle, hanem újra hasznosítható, újra értékláncot generáló új terméknek a kiinduló pontja lesz. Tehát én különbséget tennék itt a fenntartható ökoszisztéma és a körkörös gazdaság között, mert a körkörös gazdaság szerintem ilyen szempontból kicsit másfélén mutat, de ez már mondjuk a kerekasztal beszélgetésnek lehetne egy vitapontja. Kiemelnék még egy-két olyan pontot a diáról, ami fontos, talán itt a nemzeti kultúrának és identitásnak a fenntartását is említeném, hiszen azok az eszközrendszerek, amik arra szolgálnak, hogy információt átadjanak, és ezáltal a tudás generálást elősegítsék, akár arról van szó, hogy hogyan képesek azok a gyerekek, akik felnövekednek digitális eszközökkel a kezükben, a saját kultúrájukkal találkozni. Itt nagyon lokális, vagy nemzeti kultúrát is fontos említeni. Fel kell tudnunk férni, fel kell tudnunk mérni annak a jelentőségét és annak a kihívását ismét csak, hogyha nem vagyunk képesek azokon az új műfajokon, azokon az új kulturális eszközrendszereken megszólalni, és a saját kultúránkat láthatóvá, élvezhetővé, elérhetővé tenni, amit a gyerekeink használnak, akkor egyszer csak azt veszük észre magunkat, hogy egy globális kulturális termék cunamiban eltűnnek azok az alkalmazások, azok az újfajta eszközök, amik arra segítenek, hogy a felnövekvő gyerekek, felnövekvő nemzetékek magyar dalokkal, mesékkel, versekkel találkozzanak. Tehát, hogy így is van egy olyan szerepe a kreatív iparnak, ami technológiához köthető, különböző terjesztési, forgalmazási folyamatokhoz köthető, állami támogatási rendszerekhez köthető. A végeredmény az, hogy a gyerekeink találkozzanak, ne csak az óvodában, amikor az óvónéni mesél és énekel, hanem akkor is, amikor a szüleik okos eszközökre bízzák a gyerekeket, akkor is találkozzanak olyan termékekkel, olyan kulturális produkciókkal, ami az ő identitásukat és az ő kötődéseiket tudják növelni. Tudásalapú társadalom kiépítése, tehát már sok szó esett ebben, azt hiszem, hogy igazából nem kell különösebben érvelnem, ez mindenki számára evidens tud lenni. A következő szlájdon, hogyha odaérkezünk, nem tudom, mikor kattintok kettőt, és akkor kettőt ugrunk, és mikor van az, amikor csak egyet tépünk, de sikerült ezt megtenni. Szintén a fontosságnak a regionalitását hangsúlyoznám. Elhangzott az, kormánybiztos előadásában is, igazgató úr előadásában is, hogy egyfajta regionális gondolkodás, a hálózatosodás milyen fontos. A magyar kreatívipar mostani statisztikája azt mutatja, hogy igenis itt is jelen van a budapesti és a Pest megyei vízfejűség, ennek a megváltoztatása nagyon szerintem fontos. Itt pár olyan gondolatot tettünk fel erre a diára, ami ezt valamilyen módon próbálja kifejteni. Tehát a foglalkoztatás szempontjából érdemes azokat a lehetőséget végig gondolni, ami ahhoz juthat, hogy különösen az a vállalkozó értelmiség, aki a kreatív ipar szempontjából meghatározó munkaerőt és munkahelyet indukáló rétege, az képes magát nem csak a főváros vagy egy nagyváros vonzás közvetében elképzelni, hogyha megfelelő technológiai és kultúrás közegbe kerül, akkor bármilyen régióban is nagyon is aktív és sikeres tevékenységet tud folytatni. Ezáltal hozzá tud járulni a turisztikai vonzerő erősítéséhez, és egy olyan jövőbiztos, a digitalizált világban is olyan jövőbiztos tevékenységet tud folytatni, amit tulajdonképpen sokat emlegettünk válságokat, abban is egyfajta magasabb ellenálló képességgel és rezilienciás potenciállal tud bírni. A fiatal tehetségek és szakemberek megtartása is nagyon fontos szempont, ez megint csak országos kérdés és nem csak regionális módon tud felmerülni. Hogyha mi biztosítani tudjuk azt a tehetséges fiataljunk számára, legyenek ők bármilyen területen jelen az országban, hogy az ő tevékenységük az egy olyan prosperitással és olyan impakttal rendelkezik, ami fel tudja venni a versenyt mondjuk fejlettebb régókhoz képest, akkor van esélyünk arra, hogy ők
ellenállva mindenfajta egyéb gravitációnak, helyben maradjanak, és itt fejtsék ki a tevékenységüket. És ennek persze a következő lépése a helyi termelésben, szolgáltatásokban ez megjelenik, és egy minőség emelő, és ezáltal életminőséget generáló tevékenységet tudnak majd ők folytatni. Általában is jellemző az, hogy a nagyobb hozzáadott érték az mennyire fontos, és éppen ezért a következő állítás az, hogy ha azt a kérdést feltesszük, hogy egy régió kreatív fejlesztését mi segítheti, hát egy ökoszisztémát kell kialakítanunk. És itt már nagyon is csatlakoznék ahhoz, amit igazgató úr emlegetett, tehát hogy holisztikus szemlélettel, multi, vagy trans, vagy interdisziplinális módon kell ezt a területet kezelnünk, hiszen egy ökoszisztéma akkor tud csak kialakulni. De ennek az ökoszisztémának mik a jellemzői? Hát az a jellemzője, hogy fel kell tudnunk mérni, hogy ebben milyen szereplők vannak, és ezek a szereplők hogyan tudják felismerni a közös érdekeiket. Ez is Kormány biztos úrnak az előadásnak egy alapgondolata volt. Tehát, hogy fontos az, hogy ezek egymásról tudjanak, és egymásnak a motivációit ismerve közös nevezőre, közös platformra tudjanak helyezkedni. Hasonló kívásokkal kell szembenézni, akár a foglalkoztatást, akár a fenntartható, akár a településfejlesztő tevékenységét tesszük, ezeket egymás mellé kell állítani, és ezek az egymás mellé állítások akkor tudnak igazából működni, és az adottságokkal tisztában vagyunk. Ennek a régiónak az adottságai kiemelten érdekesek és fontosak. Mindegy is régiónak meg kell tudni fogalmazni a saját lehetőségrendszerét, és ennek a stratégiának a kialakításában ezeket figyelembe véve kell az együttműködések mentén ezt aztán továbbfejleszteni. És hát nem elhanyagolhatók a helyi igények. Hogyha nem tudunk a helyi igényekre reagálni, és a közösséget bevonva megoldásokat indukálni, akkor hiába vannak felülről jövő, teljesen jó szándékú, és adott esetben különböző szabályzókban is megnyilvánuló aktusok, azok nem tudnak érvényesülni, nem tudnak beépülni, és megint csak ez a fajta szerkezetváltás, vagy szemléletváltás, átkeretezése, régi-régi berögzett szokásoknak akkor nem tudnak megvalósulni, és ezáltal az a 9 év hiába telik el, a dolog az nem tud működni. Ez a következő DSZ, megpróbálj egy kicsit kibontani. A jól ismert triple helix rendszerben, ahol az oktatás, az akadémia, az ipar és a kormányzati, a governance-nak az együttműködését mi kiegészítettük egy negyedikkel a közösséggel, éppen ezért, hiszen az előbb elmondottak így tudnak egy hosszabb távú működést megalapozni. És ebből látható az, hogy nyilván az akadémiát azt kibonthatjuk, és általában a képzéseknek a rendszerét azt nem csak a felsőoktatással, vagy az a tovább képzésre, hanem általában a képzéseknek a jelentősége teszi a hangsúlyt, hiszen a gyermekeknél kell kezdenünk azoknak a kreatív készségeknek, képességeknek a kibontását, ami teljesen mindegy, hogy utána milyen szakmát és foglalkozást választanak, nem kell nekik művészetnek lenniük, általában a kreatív szemlélet, a kritikai gondolkodás, a probléma megoldó készség, az nagyon fontos, bármilyen területen vannak, tehát a képzésre nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetnünk, és ezáltal különböző szakmai műhelyek, mint amilyen a kőszeg is, a fejlesztését és egyfajta stratégiai szempontból való jelentőségét kell felismernünk. A kormányzatnak a jelentőségét aztán nem kell különösebben csetelnem, mindenki ezt pontosan jól tudja, és az ipar, a helyi vállalkozások, a szabadúszóktól kezdve a különböző szakmai szervezetekig megint csak egy együtt gondolkodásban kell, hogy kifejtsék a tevékenységüket, és a párbeszédet kell kezdeményezniük a másik három kör felé, mert különben a siker az tulajdonképpen adott esetben egy európai támogatási program, vagy más forrásoknak a bevonásáig lehet, hogy enélkül is eredményeket tud felmutatni, de akkor, amikor ezek a források elmúlnak, és már a fenntartás, a működtetésről van szó, az együttműködés a közös gondolkodás nélkül erre nem tudunk jó megoldásokat találni. És a civil kezdeményezés, vagyis az, hogy a helyi adottságok, a helyi lehetőségek és a társadalom bevonása elengedhetetlen, mert megint csak a fenntartás szempontjából, a később működés szempontjából ezek a pontok ezek meghatározóak. Tehát így tud létrejönni egy innovatív és kreatív ökoszisztéma, aminek persze a helyi sajátosságot figyelembe véve nagyon fontos a határon túlnyúló nemzetközi kooperációk kialakítása, és nem csak azért, mert így lehet Európai Uniós forrásokat elérni, hanem azért is, mert ennek a hosszabb távú működtetése, ennek a fenntartható pályára állítása, ahogy mondom, gazdasági, társadalmi és egyéb szempontból enélkül elképzelhetetlen. Úgyhogy ezt mint egy vitaindító gondoltam idehozni, és remélem a kerekasztal beszélgetésben ki tudunk ennek egyes részére térni majd, hiszen ez mindig egy ilyen előadásnak az a fajta abszolút szintje, ami nagyon jól tud hangozni, és érdekes felvetéseket terem, de minden egyes konkrét projektnek a megvalósításában ezeket tovább kell vinni. Na most a megvalósítás irányára próbáltam itt összeszedni még egy ilyen hatos csokorban, hogy azok, amit a ITM kreatívipar irányába tett lépéseiben mik azok a stratégiai tervek, amiknek meg kéne valósulni a következő időszakban.
Tehát magukat a szereplőket fel kell készítenünk a digitális korszakra, mert ahogy mondtam, nagyon sok újdonság, nagyon sok határterületen újfajta tevékenység tud kialakulni, és a klasszikus alkotói gondolkodói tevékenységnek is új eszközrendszere van, ezeket adoptálni kell. Tehát nagyon fontos az, hogy a kreativitásunk, a kulturális tevékenységünk az ne legyen bezárva egy olyan zárványba, aminek talán egy ilyen metaforáját úgy tudnám elvezetni, hogy ilyen skanzenné válunk, ahol nagyon helyesen mindenfajta régi értékünket felsoroljuk, de nem vagyunk képesek reagálni a mostani kívásokra, és nem vagyunk képesek ezeket tovább örökíteni. Ezt meg kell tudnunk oldani. A horizontális jelleg, tehát a digitális transformáció keretében hogyan tudnak csatlakozni a kreatív ipar szereplői azokhoz a hagyományos iparágakhoz, akik rá vannak szorulva erre, mert a digitális világban az, hogy egy vállalkozás magát láthatóvá tegye, az, hogy egy vállalkozás képes ilyen újfajta módon kommunikálni a munkavállalóival, a munkavállaló élménynek a növelése. Általában az, hogy egy élményalapú és tudásalapú társadalomban hogyan tud újfajta módon kommunikálni egy vállalat a saját környezetével, akár a belső közösségével, akár a célközönségével, akár más vállalatok hasonló, hogy is mondjam, horizonton mozgó együttműködő partnereivel, az nagyon fontos. Nagyon fontos az is, hogy legyen egy kiszámítható célzott finanszírozási rendszer. Az új Európai Uniós költségvetési ciklusban növekvők azok az arányok, ami a kulturális és kreatív iparra fordítandók, ezeket érdemes úgy becsatornázni, hogy megalapozzuk azokat az együttműködéseket és a fenntartható pályának a különböző kritériumait megtaláljuk. Ezt a költségvetési lehetőséget így kell tudnunk kihasználni. Figyelembe kell vennünk, hogy változtatni kell azokat a jogi, adózás, egyéb körülményi rendszereket, amik adott esetben azért nem voltak segítőek, mert nem tudtuk a kreatív part megfelelően megfogalmazni, és ezáltal, amikor bizonyos jogi szabályzókat változtattunk, vagy alakítunk, nem látjuk azokat a káros hatásokat, amik abból alakulnak ki, hogy például egy kata adózási törvényt úgy alakítunk át, hogy nem veszük észre azokat az egyéni vállalkozókat, akik adott esetben nagyon magas hozzáadott értékkel egy-egy vállalatnál megbízottként, külső szakemberként fel vannak érve, és hirtelen a 3 milliós vagy 5 milliós határt átugorják, és nem bújtatott vállalkozásról van szó, hanem arról van szó, hogy olyan hatalmas szellemi teljesítményt tesznek hozzá a vállalat működéséhez, ami ugyanis elér ilyen nagyságrendeket, és nem kéne ezt a dolgot gátolnunk, hanem inkább érdekes módon kéne arra figyelmet fordítanunk, hogy nem egy fűnyíró elv alapján hozzunk rendelkezéseket, mert a bújtatott vállalkozásoknak a kigyomlálása szerintem nagyon fontos, viszont nem dobjuk ki a elhasznált fürdővízzel magát a gyereket is. Az, hogy az oktatás és a képzés ez egy folyamatos, adott esetben nagy vitákat generáló helyzet Magyarországon. Itt megint említem, hogy egészen az óvodától az egyetemekig, vagy onnan azon túl a posztgraduális képzésekig, vagy az a bizonyos sokat emlegetett élethosszígtartó tanulásig, ebben szemléletváltásra van szükség. Az információ átadása egész a új platformokon működik. Az egész egyetemi szektor kívásnak néz elébe, hiszen az a monopól helyzetét társadalmi pozíciót egyetemi diplomával lehet elérni, ez a 20. század második feléig teljesen egyértelmű volt, ez megváltozott. Nagyon sok fiatal úgy érzi, hogy unalmasak a professzorok, unalmasak az előadások, és inkább olyan alternatív információ és tudás szerző helyzeteket keresnek, ahol az ő területükön egyfajta gyors előradást, akár gazdasági karriert is megígérnek. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket figyelembe kell venni, és ezáltal kell újrafogalmaznunk az oktatás különböző szintjein azokat a feladatokat, amit előttünk állnak. Ez sok vitát kavar, mert sok esetben ezek nem mindig előre végig gondolt folyamatok. Ugyanakkor van egy időkényszer is rajtunk, és a szakképzések rendszerétől kezdve az egyetemi modellváltásig, most nagyon sokan aktuális kérdés van, mert most nem mennék bele, bár rektorként eléggé közel álló szempontból látom ezeket, és szerintem nagyon fontos ezekkel tisztában legyünk. Én annak az álláspontját, vagy azoknak az álláspontját képviselem, akik azt mondják, hogy muszáj változnunk, hiszen a világ is változik körülöttünk, ha nem tudunk erre reagálni, meg a reziliencia is itt szóba jöhet, akkor nem tudunk rúvászakat adni, és ez azt veszélyeztetjük azok a tehetséges fiatal emberek, akik Magyarországon próbálnak gondolkodni és a karrierjüket megépíteni, hogy azt látják, hogy a magyar felsőoktatás például nem alkalmas arra, hogy olyan diplomát, olyan értékes pályakezdést biztosítson a számukra, amihez azt kell, hogy úgy gondolják, hogy a saját tehetségükhöz méltó feladatokat tudnak ellátni, akkor ők egy más egyetemet, más országot, más város fognak választani. Úgyhogy a változás kényszer az egyértelmű. A jó megoldásoknak a spektrum az persze nem egyetlen egy jó megoldás van, több jó megoldás is lehetséges. Ezeket érdemes végig gondolni, és ezek mentén tovább haladni. A kreatív készsége fejlesztését az oktatás és a képzésben már említettem. Igyekszem rövidre fordni, hiszen lassan lejár az időm. A terveknek a kapcsán három olyan beavatkozási pontot szedtünk össze ennek a stratégiának a kialakításakor, ami elengedhetetlen.
Egy szakmai egyéni szervezetnek a működtetésében gondolkodunk, aminek az utolsó szlájdon még egy-két pontját meg tudom mutatni. Ennek egészen az a lényege, hogy ezek a kreatív szektorok, filmipar, dizájnipar, IT-szektor, reklámipar, médiaipar, és itt sorolhatnám egymásra, ezek valamilyen módon azért kiépített rendszereket tudhatnak magukénak, vannak állami intézmények, mint a Nemzeti Filmintézet például, ami ezeknek a sajátosságát egyrészt magukban és a működésüket szabályozva viszik. Vannak olyan területek, amik kevésbé kialakultak, ezek a szektorok egymással beszélgessenek, adják meg a tapasztalatokat egymásnak, és így legyenek közösen egy olyan helyzetbe hozva, ami az Európai Uniós támogatási és lobby tevékenységben hatékonyabb tud lenni, mint ahogy eddig volt. Adekvált oktatás és képzés, hát erről már sokat beszéltem, ez egy nagyon fontos beavatkozási pont. És szintén említettem már a szabályozási környezet alakítását, hogy a szabályozási környezet vegye tudomásul, és lássa azokat a finomságokat, mondjuk, ami a kreatív szektor szempontjából érdekesek, mert nagyon pici kis változásokkal egészen nagy volumen eredményeket tudunk elérni akkor, amikor ezt a területet mi szeretnénk fejleszteni, és látjuk a jelentőségét, a jövőbe való befektetését is előre mozdítani. Váltás. Igen. A stratégia tervek ilyen szempontból, ezek a tervek úgy 20-30-ig próbálnak előlátni, tehát nagyon fontos ez a bizonyos horizontális kapcsolódás, tehát a magyar kreatív ipar az próbálja meg a hagyományos iparágakat együttműködés szorosabban téve segíteni abban, hogy a digitális világban az ipari forradalom új hullámának a közegében legyenek hatékonyabbak, láthatóbbak és maguk szempontjából eredményesebbek. Ugyanakkor a magának a kreatív iparnak a bruttó értékét, hozzáadott értékét is növeljük, tehát az a bizonyos export slide, ahol arról volt, hogy Magyarország 20-at lépjünk előrébb. És hát az is egy fontos, hogy abban a versenyben, amit Magyarország nagyon sok iparágban folytat, a kreatív ipar is elfogalmazható egy ilyen verseny, próbáljunk előrébb lépni, és a régiónak a vezető országába váljunk ilyen szempontból is. És ez az utolsó szlájd tulajdonképpen, ami arra utal, amit előbb emlegettem egy ERNIO szervezetet, vagy ERNIO szervezetet utalva, hogy hozzuk létre azt a párbeszédet, amit a Magyarország különböző kreatív ipari területén működő ágazatai egymással vagy folytatnak, vagy nem. Létezünk egy kerekasztalt, ez már tulajdonképpen működik 19 tavasza óta, ami megpróbálja azokat a szakmai képviseleti fórumokat és egyéb más szereplőket, mint akár releváns állami szervezetek képviselőit, folyamatosan párbeszédre késztetni, hogy mindazokat, amiket emlegettünk jogi szabályozástól kezdve különböző kihívásokig, vagy technológiai fejlesztésekig, megpróbálja a saját közös horizontját kialakítani, és ezáltal a lobby tevékenységét egy hatékonyabb szintre emelni. Ehhez kell egy ERNIO szervezet, ez a tervünk, létezünk egy ilyen kreatív szakmai ERNIO szervezetet, ami egymásra gyűjti azokat a szereplőket, akik ilyen tekintetben meg tudnak nyilvánulni, és ennek egy online platformját is szeretnénk létrehozni, ami lehetővé teszi azt, hogy milyen olyan releváns információkat tudunk egymásra cserélni, hogyan tudunk reagálni azokra a lehetőségekre, a kihívásokra, amikkel szembesülünk, és hogyan tudjuk ezt a párbeszédet olyan módon transzparensé tenni, ami nem csak a résztvevőket, hanem általában azokat, akik ilyen olyan módon kapcsolódnak ehhez, képbe hozza. Úgyhogy e felé indulunk el, és október 6-án, erre már nincsen dia, de így most egy kicsit informálisan mondom, október 6-án lesz a kreatív kerekasztalnak egy következő állomása, amit majd megfelelő módon próbálunk azokon az eszközökön, amiket most is használva vannak, ezt streamelni, láthatóvá tenni, hiszen a személyes találkozás ott se lesz, azt hiszem, annyira egyszerű, mint hogy itt sem. Tehát a fizika jelenlét nélkül is lehet erre csatlakozni, és azt reméljük, hogy ennek a platformnak és ennek az ERNIO szervezetnek a működése lehetőséget ad arra, hogy ez innentől kezdve folyamatos láthatóságot tudjon felkínálni mindenki számára. Én azt hiszem, hogy ezzel vége értem az én kis előadásomnak, és nagyon kíváncsian várom a kerekasztal beszélgetésben, hogy kérdésekkel és akár vitatkozva egymással ezt a dolgot tovább tudjuk gondolni. Köszönöm a figyelmet!